Az önkormányzat 2018-tól kiemelten támogatja a gyermeket vállaló családokat, így a költségvetési rendeletben babacsomag bevezetéséről is rendelkeztek. A babacsomag az újszülöttek gondozását segítő egyszeri természetbeni támogatás. A babacsomag olyan babaápolási termékeket, használati tárgyakat tartalmaz, amelyeknek a mindennapok során a szülők hasznát tudják venni. Szepesi Tibor polgármestertől Mándoki László és párja Gyányi Orsolya vette át az idei első babacsomagot. Gyermekük Zalán január 1-én a megye és a város első szülötteként érkezett. Nagyon tündéri kisbaba, nagyon sokat alszik, keveset sír. Ez a legjobb dolog az egészben, hogy nagyon keveset sír. Nagyon jó alvó baba, panaszunk nincs rá, hál' Istennek. Mint az édesanyja elmondta, azóta kisfia már 9 centit nőtt, és közel 2 kilogrammot hízott, és áldott jó baba. Sokat alszik, és érdeklődve figyeli a környezetét. A szülők már a 20. héten tudták, hogy kisfiúk érkezik, akkor választották ki számára a Zalán nevet. Bíztunk benne, hogy kislány lesz, de hát meglepetés volt így kisfiú. Hát a 20. hét után mutatta meg magát, addig titok volt. Hát 20. héten, hogy megtudtuk, hogy kisfiú, utána kerestünk nevet, nagyon sokáig kerestük, meg kellett gondolkoztunk rajta. Hát szerintem a 30. hét után dölt el végleg, hogy Zalán lesz. Orsolya a helyi Kóbban dolgozott pénztárosként, párja az EHUL-nál gépkezelő. László mindenben segít párjának, kisfiú gondozásában. Mindenben közös, kivéve az etetés, mert anya teljes, így aztán az az én részem. De a pelenkacsere, a fürdetés, büfiszetés, minden megosztik, úgyhogy szerencsés vagyok ilyen téren is. A babacsomagnak nagyon örültek, mert hasznos dolgok vannak benne. Szepesi Tibor polgármester fiai már 20 évesek, így kicsit félve vette kézbe a 6-7-es pici Zalánt. Egy picit féltem, be kell valani őszintén, nagyjából 20 év eltelt, 21 néhány év, mikor utoljára ilyen pici babát fogtam a kezemben. Nyilván félve fogja meg az ilyen kis testeket az ember, hiszen nincs azért hozzászokva minden nap. De hát azért bízom benne, hogy előbb-utóbb gyakorolni kell, majd nekem is ideje lesz lassan nagyapaként majd hozzászokni ahhoz, hogy belekerülök abba a korba, amikor előbb-utóbb nagy örömmel kell majd kézbe vennem egy ilyen kis babát ismételten. Miután visszaadta édesanyjának, elmondta, az önkormányzat idén is szeretné segíteni az újszülöttek első heteit a babacsomaggal. Mindenképpen szeretnénk segíteni a újszülöttek első lépései mögé odaállni az önkormányzat, hogyha mással nem, akkor egy ilyen babacsomaggal, hiszen azt gondolom, hogy szükséges a szülőket egy picit támogatni a kezdeti lépésekben. Az idei költségvetésünk lehetővé teszi azt, hogy a babacsomagot tovább tudtuk gyarapítani. 25 ezer forint értékbe kerül átadásra január 1-től a csomag, tehát ezek azokat az eszközöket tartalmazzák, pelenkát, kis evőeszközöket, különböző olyan dolgokat, amely a kezdő lépésekhez mindenképpen szükségesek. Én bízom abban, hogy nagyon sok szülőnek, nagyon sok családnak át fogjuk tudni adni ebben az évben is.